A Vasas ellen hazai pályán elért 2-2-es döntetlent követően ezúttal megyei rangadó várt Huszár Géza tanítványaira a kupasorozatban szeptember 7-én. Együttesünk jól kezdte a mérkőzést, ugyanis az első 20 percben egy éles szögből leadott lövést leszámítva nem tudott veszélyes helyzetet kialakítani Bencés Miklós gárdája. Az élvonalban szereplő hazaiak a játékrészdereken fölénybe kerültek, és Luke találatával megszerezték a vezetést a 22. percben. A spanyol támadó gólja után 6 perccel ismét ünnepelhettek a DVTK szimpatizánsai, miután vadászmattolta közelről a mezőkövesdi védelmet. A hazaiak ezt követően is lendületben maradtak, amely újabb gólt eredményezett. Az első játékrész 35. percében egy rosszul sikerült hazadásra Árze érkezett jó ütemben, és Sivák valamint Szántai szorításában okosan emelte a labdát a kövesdi kapuba. Az első játékrész utolsó percében megszülethetett volna együttesünk szépítő gólja, azonban Irhás beadásáról hamar néhány centiméterrel lemaradt. A második félidő kiegyenlített játékot hozott, ennek ellenére tovább növelt előnyét a DVTK, miután Bodovinszky vette be szabadrúgásból Szántai kapuját. A második játékrészben Huszár Géza, csapatunk vezetőedzője, kihasználta a rendelkezésére álló csere lehetőségeket, ennek köszönhetően több veszélyes helyzetet is kialakítottak labdarúgóink, de a támadások befejezésébe rendre hiba csúszott, így az eredmény már nem változott a lefújásig. A DVTK teljesen megérdemelten tartotta otthon a 3 pontot. Nagyon értékes győzelmet arattunk a mezőkövesdi ellen, hiszen úgy gondolom mind a két csapat komolyan vette ezt a találkozót, legalábbis az összeállításából ez derült ki. Úgyhogy mivel nagy számban látogatott ki a nézőközönség ide Diósgyőrben, sok embernek tudtunk ezzel örömet okozni. Ráadásul ez a győzelem azért is értékes számunkra, mert ugye egy Paksra fogunk most látogatni, nem mindegy, milyen önbizalommal megyünk majd el, utazunk el Paksra, ahol azért egy nagyon kemény mérkőzést fogunk majd a hétvégén játszani. A DVTK csapatában minden játékost hál' Istennek motivál az, hogy kifutott a pályára és játszhat egy jó mérkőzést, hiszen most már van olyan erős a keretünk, hogy mindenkinek meg kell vívni a csapatba kerülésért, és nyilván látszott, hogy nincs feldúlva nagyon a kezdő összeállításunk, hiszen a múlt heti bajnokihoz képest gyakorlatilag egy poszton volt változtatás. Tehát itt mindenkit ösztökél az elsősorban, hogy a csapatban állandó helye legyen. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ebből kellett kiindulnunk, hogy mi volt tavaly, mi történt tavaly, hiszen azért most azért nekünk illet győzni. Egy osztállyal följebb vagyunk, megerősödött a keretünk, bár ezt elmondhatom a mezőköves csapatáról is. Viszont ami lényeges az, hogy nagyon rendezett a klubháttér, tényleg csak azzal kell foglalkoznunk, hogy kifussanak a srácok, hogy éppre elvégezzék edzésen az edzésmunkát, a mérkőzésen ezt a teljesítményt le kell adni, ami elvárható a játékosoktól, és ma ez visszaigazolást jelent, hogy jó úton járunk, jól csinálták a fiúk, úgyhogy ez egy, még egyszer mondom, értékes győzelem volt, hiszen a mezőkövesd is jó csapat, jó játékosok alkotják a keretét, úgyhogy nekem most egy kicsit azért megdobog a szívem, hiszen mondom, visszaigazolás nyer minden egyes ilyen győzelemmel az elvégzett munka, tehát hogy jó úton járunk. A mérkőzés döntő részében a hazaiak irányították a játékot, de voltak olyan periódusok, amikor jó teljesítményen rukkoltak ki labdarúgóink. Ez egy kiváló Diósgyőr ma már. A külföldi játékosai nagyon nagy játékerőt képviselnek. Két spanyol szélső középpályás olyan futball kultúrából érkezett, hogy élmény nézni, ahogy sprintelnek, ahogy játszanak, és felhívtam a figyelmüket, hogy ne adjunk el labdát a saját térfélen vagy a félpályán, mert azonnal indulnak belőle. Hát sajnos 20 percig nem éreztem a kispadon, hogy ez a meccs nagyon veszélyes lenne, és ugye két eladott labdából 2-0, ez teljesen meghatározta a játéképét, ilyenkor már minden bejön. De azért én is úgy láttam, hogy voltak periódusok a mérkőzésen, amikor kimondottan jól futballoztunk. Volt 3 óriási gólhelyzetünk, tehát most én ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy 4-0 után mondhat az edző ilyet, hogy azért nem volt ekkora különbség. Én azt látom, hogy a Diósgyőr készült erre a mérkőzésre, nagyon motivált volt, gyorsak voltak, frissek voltak. Mi egy kicsit kevert összeállításba akartam mindenkinek lehetőséget adni, olyan, akik eddig kevesebbet játszottak. Úgyhogy nem erre éleztük ki a formánkat, meg a csapatunkat. Úgyhogy, de olyan szempontból szerintem nagyon jó volt, hogy érezték a srácok, hogy milyen sebességbe kell játszani magasabb osztályba. Az E csoport másik mérkőzésén a Vasas Híd csapata 3-3-as döntetlent ért el a DVSC Teva ellen a fővárosban. A
kvartettet a Debrecen vezeti 4 ponttal, a 3 pontos DVTK, a 2 pontos Vasas és az egyegységgel rendelkező Mezőkövesd előtt. Vámosiék a Liga Kupa harmadik fordulójában Debrecenbe látogatnak. Az összecsapást október 5-én, szerdán 15 órától rendezik meg Hajdú-Bihar megye székhelyén. Elekék a NES Hungary MB2 negyedik fordulójában hazai környezetben a Békés Csaba ellen lépnek pályára a hétvégén. Nagyon jó Békés Csaba érkezik, ott van mögöttünk 3 ponttal. Remélem, hogy a Vámosi Csaba is hétvégére rendbe jön, talán az NSZ-nak is meg lesz már a papírja, és azzal nagyobb lesz a választási lehetőség. És hát persze hazai pálya, mindenképpen nyerni szeretnénk. A Békés Csaba elleni összecsapást szeptember 11-én, vasárnap 16:30-tól rendezik meg a Városi Sportpályán.